voltálok is, amikre lehetne érkezni, hogy a Molfight, ahogy látom, már el is kezdte foglalni a nyugati voltát, hogy az ellenfél dzsungelébe mert menni, és hát sikeresen el is hoztam, viszont érkeztet Alistar. És Wukong érkezik Alistar segítségével arra a Malphite-ra. Malphite bajba lehet, kifárasztás érkezik Malphite-ra, Renekton és LeBlanc érkezik közben. Wukong és Alistar pársa, Alistar lehet bajban, szép a villanás, az égetés pörög Alistaron. Gyilkosságot szerez a vörös csapat LeBlanc személyében. Így van, és ezzel az állás már is 0-1. Az első gyilkosság a piros csapat markát ütötte, viszont nem marad annyiban a dolog. Így van, azért Wukong, Renektonnak el kell flashelnie, hiszen Wukong és Karma picit megegyengedte az útját. Meg bizony, talán az a villanás egyébként nem volt annyira fontos, viszont ő tényleg biztonságban akarta tudni magát. Malphite-t zavarhatja meg Wukong, oltár foglalás közben, és ugye Karma jön még Malphite segítségére. Ez a villanás fölösleges volt, hiszen pörgött rajta ugye az égetés Karmátor közben. Még Karma lehet bajban, hiszen 2-1-es szituáció szorult LeBlanc és a Renekton közé. Kettős gyilkosságot szerzett a vörös csapat. Így van, és ezzel már is módosult az az előny, amit már ugye megszereztek az első gyilkossággal. Így most már ugye 1-3 az állás a két csapat között. Ráadásul már aranybéri különbségre is szert tettek ugye 1800 aranybéri különbségre körülbelül a két csapat között. Pillanatra elgondolkoztam rajta, és ahogy ha megnézzük, jó helyre is érkeztek ezek a gyilkosságok, hiszen az egyik adag ugye Renektonhoz érkezett, valamint egy darab azért jutott ugye LeBlancnek is, és Malphite is követte ugye a jussát ebből a dologból, három támogatással tudott visszatérni a bázisra, ahol már is el tudta készíteni az orvadászok pengéjét, valamint otthon áll egy Rubin kristály is. Ezen felül Renektonnál már láthatjuk azt a bizonyos csákányt, amiből a Tiamat fog elkészülni, ami a játékkorai szakaszában biztosítani fogja neki az elegendő sebzést, és ugye azt, hogy a pofonosztásai azért érezhetőek legyenek majd a kék csapatnak a bőrén. Még ugye a tiltott bálvány és a pokoli kódex az, ami LeBlancnél már villogott ugye a tarsolyban. És hát a másik csapat Wukongot tudja talán így előtérbe helyezni tárgyügyileg, hiszen ő körülbelül ugyanott van, mint ugye Renekton. Viszont Alistar nem igazán tudott még sok újdonságot vásárolni, nála továbbra is még csak ugye a támogatói tárgy van ott, és a tiltott bálvány az, amire Karma is szintén szert tudott tenni, ugye ez némi töltésidő csökkentés biztosít számára, ezen felül ugye van a regenerálódást is ad, ami könnyítheti az ösvényen való farmolást is a képessége segítségével. Malphite szeretne hazamenni, ugye a két orrony között Wukonggal találkozik közben. LeBlanc és Alistar páros érkezik, Karma is megérkezik, Alistar kilökte LeBlancot a csatából. Wukong lehet közben bajban, Karmától jött egy villanás, viszont utána még visszafordult. Igazából csak a villanás ment ki, Wukong és Karma részére. Így van, viszont ami mindenféleképpen nagyon-nagyon durva a véleményem szerint, hogy az alsó ösvénye a kék csapatnak csupán most lépte meg igazok szintet ugye a kék oldal. 5 és 4-es szintű, még ugye az előző harcban 3-as és 4-esek voltak, LeBlanc pedig már rendelkezett végső képességgel. Wukongot nagyon-nagyon nagy szerencsével menekül. Igen, közben felső ösvényen LeBlanc eltakarította a pályáról azt a Karmát, miközben az alsó ösvényen a Renekton szabadon tolhatta előre a minionokat a torony felé. Bizony-bizony, LeBlanc is már tudja, hogy mi a dolga, nagyon ügyesen is kivitelezi ezeket, valamint láthatjuk, hogy farmíli előnye is már dupla annyi ugye, mint ami Karmának van. Így ezen felül még a két gyilkosság csak haba tortára, így hogyha hazatér, valószínűleg már meg is lesz neki ugye a Morello Nomicon, amivel még több sebzést fog biztosítani. Ezen felül ugye a gyógyítási hatásokat fogja majd valamilyen szinten csappantani, ami az Alistar gyógyításnál, valamint ugye Karmának az ultival elhasznált W képességét tudja valamilyen gyengíteni. Kérdés, hogy ez elegendő lesz-e majd ugye a gyógyítások csökkentésére, de valószínűleg ugye igen, hiszen egyik karakter sem ugye erről lenne híres. Alistarnak is csak nagyon minimálisat gyógyítanak ugye az E használatai, viszont minden esetre némi pluszt azért azt biztosít. Wukong hiába bújik, LeBlanc attól még a sebzését területre ki tudja osztani, akinek már azért némi vértünk is van. Közben csapatping érkezett az alsó ösvényről, méghozzá egy kék oldalról.
Indiával nem igazán tudnak kezdeményezni. Bukonkkal érkezik a ciklon, LeBlancra viszont LeBlanc nagyon szépen menekült el, becsapta azt a Bukongot, ugye Renekton érkezett föl Bukongra. Így van, a kábítás jó volt, viszont az égetés a LeBlancnek a Bukong klónra érkezett csak ki, ami nem volt igazából a legjobb döntés, valami nagyon sok életereje volt még annak a Bukongnak, így önmagában is ez az égetés egy eléggé elpazarolt dolognak mondható, és hát ugye a Bukong is elhasználta az égetését, hogy hát ha tud majd gyilkosságot ebből összehozni, viszont nem igazán sikerült ezt véghez vinnie, nagyon ügyesen LeBlanc ugye kicselezte őt. Közben... Malfoy találkozhat, igen, Karmával, aki inkább visszavonul az alsó ösvényre, és Malfoy pedig visszavonul a dzsungelbe, tevékenykedni. Igen, ahogy láthatjuk, hogy a parázsbejelmód felé veszi az irányát, ugye otthon nála már a Bami parazsa. LeBlanc hazatért, és a már említett Monellon Omicron el is készült rajta, Renektonnak is már azért jócskán van pénz a tarsójában, ő is már a Tiamatot biztos, hogy meg tudja vásárolni, hogy otthon nála még 1000 arany, amit nem költött el, és ugye az olcsóbb is lett, viszont valamilyen szinten ugye gyengítették, az alaptámadások nem igazán tudják már a területre ható sebzést ugye kiosztani. Nem Malfoy szeretett volna az alsó ösön érkezni, viszont Alistar feldobta, hogy nem igazán tudtak bármit is kezdeni. Fong pedig a kezdőn egy picit beakol, de már elindult ő is. Igen, tárgyakat vár, közben előszakolják ki a harcot. Igen, az oltárból őket Karmára érkezik, a LeBlanc egy picit eltévesztette az irányt, viszont az oltárt el fogják tudni foglalni, talán. Csapatharc alakulhat ki, Malfoy végső képessége még benne van. Malfoy elkezdik egy kifárasztás, most ott van fel. Malfoy végső képessége, és közben LeBlanc kettős gyilkosságot szerez, talán meg lehet az a Bukong is, a Necton nagyon kifelé. És ugye LeBlanc próbálja még távolról sebezni azt a Bukongot. LeBlanc nagyon rossz helyen van, Bukong nagyon szeretné azt a gyilkosságot, viszont ugye Alistar ki tudja őt zónázni teljes mértékben, ugye a kábítása is aktív volt, és még egy adag farkast is el tudott hozni, az a nagy kődarab, és végül ugye az oltár is megment, és a gyilkosságok is csak kettő darabbal bővültek, viszont mind a kettő ugye ismétlen a piros csapatnak, ugye az Ungik csapatának a számait növelték, így az állás a 10. perc után 1-6. Az aranyméri különbség pedig már 5000 környékére tehető, ezen felül az alsó ösvényen már dőlt egy torony, ami szintén a piros csapat tudott ledönteni, ugye a kék oldal T1-es tornyáról beszélünk. Ezen felül láthatjuk, hogy minionok szempontjából is a piros csapat dominál. Mindenféleképpen valami nagy ütőkártyát kéne most bevetnie a kék csapatnak, annak érdekében, hogy megnyerjenek valamiféle csapatharcot, és jobban rátérjenek ugye az objektívekre, hogy tudjanak visszajönni az aranybéli lemaradásból. Ugye láthattuk, hogy már a Tiamattal, a Rubin kristálya, valamint az a nullvarás kupennyel harcot Wukong az előző harcban, viszont az nem volt elegendő ahhoz, hogy ő ugye túlélje, valamint hogy elegendő sebzés elegen. Ezen felül ugye Renekton még akkor haza sem tért, most viszont már ott van nála is a Tiamat, valamint a kalapács, ezen felül most már a parázs beemolt, és egy higany léptek is megjelent azon a Malfoyton ebben a pillanatban, a varázsok cipője, valamint ugye a Morello Nomicron, ami már előbb is élt azon a LeBlancen, biztos vagyok benne, hogy elegendő sebzés biztosít arra, hogyha a Karmára rákacsint, ő ne maradjon talpon. Közben felsősvényen Renekton érkezett Bukongra. Bukongtól a ciklonja elég rosszul sült el, hiszen Renekton nem érkezett be abban a pillanatban, és LeBlancot csak utána sebezni, és bedőlt a második torony. Így van, ezzel már kettő torony döntése van a piros csapatnak, valamint amiről nem esett említés, hogy amíg a torony bedölt, Wukong el is villant. Nem szeretett volna, ugye gondolom, LeBlanc lefogásába beleállni, vagy ne talántán ugye beleérni Renektonnak a kábításába. Minden esetre a villanás megtörtént, így bebiztosította az életét, bár nem hiszem, hogy ez ismételten egy jó döntés lett volna a villanásra, teljesen fölöslegesnek tudom ezt elkönyvelni, közben Alistar találkozott a kővel. Így van, nagyon szép volt Alistartól. A Karmát próbálta a Renekton és Malfoyt karmai közül kimenteni, ami sikeres volt. Wukong érkezik az alsó ösvényre. Valamire készülhetnek. Valamire készülnek, viszont a felső ösvényen Malfoyt, valamint Renekton nyomul előre, másik tornyot lehetne karcolgatni, viszont Karma elindul. Nem, mégsem, inkább az alsó ösvény felé veszik az irányt. Igen, LeBlancra érkezik
Wukong és Alistair páros, a Karma fog érkezni az erdőből, LeBlanc lehet közben bajban, Karmától sajnos picit rossz volt, és ugye Renekton és Malphite érkezhet a három kék játékos mögé, és ugye rendelkezik végső képességgel mind a három piros játékos, konkrétan be vannak egy picit szorítva, hiszen Malphite csak arra vár, hogy megfelelő pillanatban rárobbanjon a kékekre. Így is van, viszont most felfedték. Így van. Nagyon szépen berobbant végső képességre. Karma lehet bajban. Karmának sikerült megállítani azt a LeBlancot. Karma nagyon-nagyon kevés életerővel rendelkezik, úgy, mint Wukong, vissza kell vonulniuk. Ezt a pirosok egy picit elszámolták. Igen, bizony. Ugye nagyon agresszívan lépett előre Malphite, ezt nem igazán tudták lekövetni, valami nagyon szép volt ugye a fókusza most a piros a kék csapatnak. Renekton érkezett torony alá arra a Karmára. Nagyon meg szerette volna azt ölni, viszont Alistair közben tudott avatkozni, és meg tudta menteni a Karmát, közben Malphite ismét elfoglalta a kék csapat oltárját. Így van, és ugye az előző harcra visszatérve, hogy Malphite túl korán érkezett a fókusz, nagyon jó volt ugye a kék csapattól, így meg tudták ölni LeBlancet, a sebzés forrása így nagyjából ki is esett ugye a piros csapatnak, és az, amit Renekton előbb leművelt a torony alatt, az elképzelés jó volt, csak a sebzés nem volt elegendő, sajnos, Alistairnak pedig tökéletes volt ugye a korba zúzása, ami meg menekítette csapattársát, talán, hogyha a fejelést kicsit oldalasan nyomja el, és a falnak löki ugye Renektont, akkor meg is halt van ugye a toronytól, viszont így a gyilkosságot nem tudták begyűjteni egyik oldalról sem. Közben LeBlanc érkezik Alistairra. Érkezik bizony, és már vissza is vonulhat, ugyebár. Így ebből nem lesz nagyobb csetepaté. Ugye 15. percet haladtuk meg, már több mint 5300-ra tehető az aranyméri különbség, és továbbra is ugye ez a piros csapat számára. LeBlanc csodát állított annak a Karmának, viszont igazából egy pofonosztáson kívül nem igazán történt más. Közben összegyúrva a kék csapat indul meg az ellenfél dzsungele felé, és érkezett a jelzés arra az oltárra. Wukong fedi föl magát, LeBlanc ezt nagyon jól tudja, hogy ott van, viszont bajban lehet. Nem tudja, hogy ott vannak a kék játékos. Ugye a Malphite is a Nekton is közben megérkezik. Wukong örök a három piros játékos közé. Malphite viszont Wukongot le tudja fejezni. Karmára érkezik. Malphite végső képessége, kettős gyilkosságot szerez, a vörös csapat Alistair lehet bajban, és a meccs első ászát láthatjuk. Valamint Malphite-nak ugye ez egy hármas gyilkosság, így a 16. perc előtt pár másodpercen leászolt ugye az Ungik csapata, akik most haladhatnak előre az alsó ösvényen, és hát nem választja el őket semmi más, csak néhány minion attól, hogy a téketes torony is ledőljön, és ezzel még több aranyméri előnyt tegyenek szert ugye a másik csapattal szemben, akik nem mások, mint a Fantasy Flan csapata, és hát ezzel a torony döntéssel az állás ugye már is 2000 aranyméri különbségre változik, és három torony már az, ami a piros csapatot erősíti, és ezzel szemben ugye nulla van a kék csapatnál. Közben elkészült Karmán is a Morello Nomikon, még ugye egy picit lélek látható annál a LeBlancnél, ami talán arra tud minket vinni, hogy majd egy Ludem visszhangja készüljön rajta hamarosan, ami még nagyobb sebzés biztosít neki. Kellemetlen szituációk lehetnének. Hát vissza szeretnék foglalni ugye a kéket a saját oltárukat. Sikerül is. Így van, sikerült nekik bizony. És hát láthatjuk azt is, hogy Malphite az... Közben csapdát állít a kék csapat a pirosnak, de ugye ez pont rosszul sült el. Szép feldobás Alistairtól. Igazából egyik csapat sem nagyon szeretne menni, kóstolhatják egymást. Hát most menekülnek a kék. Ugye a Malphite-nak még nincsen végső képessége, tehát ez a berobbanás az még elmarad egyelőre. És még szét is váltak. Igen, ugye Alistair és Wukong ott van még az oltár környékén, Karma tartja egyedül, ugye a felsőség második tornát érkezett Alistair hátulról. Érkezni is van, nagyon szép ciklonnal sújt le Wukong a kék három pirosi játékosra, és LeBlancot el is tudták vinni egy-egyes cseredig, viszont Wukong nagyon kevés életerővel rendelkezik, Malphite végső képességgel robban be arra a Wukongra, Renekton a pörög egy éget is,
Malfoyt kivillant ugye a torony alól, hiszen hogyha a karma betalált volna, akkor